Üdv az idei utolsó testületi ülésről, ami ott folyik bent, Terézváros. Cheers, egy jó kis víz. Hát nem mondom, hogy melegem van, konkrétan fázom. Eshetne a hó, mondjuk. Nice edzés, egy óra. Mindjárt 4:11. 4-kor kellek. Úgyhogy remélem, egy 4 órát azért fogok aludni. Jó reggelt kívánok! 4 óra 40 perc, irány a Boráros tér, Meki. 5-től 7-ig előtte befotózás. Tényleg epic köd van. A Deadmau5 nyomja a Ghost and Stuff-ot a fejembe. Masszorol. Szerintem tényleg a szabadság hírig nem látok el. Engedjetek be! Ha-ho! Fél hét van, és még mindig sötét van. És én meg kijöttem kabátban, és rajtól fázom, úgyhogy mindjárt megyek be. Azért ez elég jól néz ki. Ha megyek haza, alszom. Nem bírom. Ma is felülök egy 1:40-re. Most viszonylag egyszerű lesz. Nem várom, hogy nagyon nehéz lenne. Úgyhogy lehet, hogy tényleg Lukó javaslatát adom majd névnek, azaz bealvós 100 perc. Remélem így is lesz. Holnap pedig pihi. Már az utolsó blokkban vagyok. 1 perc 10, 2:80, másfél perc 3:10, 7-szer. Kicsit fennakadt a pulzusom, nem esek valami jól. Nice. Ahogy mondtam, a pulzusom kicsit fennakadt, ami látszik is. Azért 2:80 lett a vége. Ahogy mondja, nice. Nice, nice. Pain, pain. Szerintetek mit nézünk meg a moziban? Egy értelmes filmet, vagy a Monkát? És kinek az ötlete volt? Már megint elhamarkodottam, beszéltem. Nagyon jó volt a film, 9/10. Angolul valószínűleg még jobb. Ez itt az újra nyílt Merlin Színház egyik terme. Nem tudom, hogy ez a főterem, vagy sem. Itt van a Kiskörút. Very nice. Ott meg egy ilyen évvégi fogadás volt a következő teremben, vagy nem tudom miben. A lényeg, hogy itt van a cuccom, úgyhogy bejöttem érte és megyek el a mesterbe az évvégi partira. Let's go! Na, let's go. Nagy a party, bro, de nekem le kell adni a képeket. Very nice, mesterbájkos évzáró bulájka. Ittam egy darab viszkit, berúgtam. Mondjuk égyom arra lehet, hogy nem a legszerencsésebb, de mindegy. December 22. Az ez mi workout, eléggé ez mi, tele pirossal, aztán zölddel, nem sok pihenővel, úgyhogy ez kemény lesz szerintem. Let's go! Na, nézzük az első 3,5 percet, ami 4:20.
Már 5 perc, megyek 300-ban. Első 3 másodperc szök jól ment. Most sem fél perc. 4:50. Tombjány. 3,5 perc, 4:30 jön. Ezt lehet lejjebb fogom már venni. Fél perc, 4:60. Most 5 perc 3.25, 3,5, 4.30, 1 perc 4.60, ez az 1 perc 4.60 az big rip lesz. Most már 4.60. Három 20, easy. 4:20, lazy, not easy. Luko, köszi a ride-on. 4:40, very hard. 2:40, easy. Hát ez már easy, zöld zónák. 2:50, 300 volt itt, 2:90, 3:30. Ez már tényleg tök könnyűnek érződik. Ritkán vezetek le ilyen szépen, mint most. 145-150 watt. Be is esett a pulzusom. M. Hooker itt van mögöttem 3 másodpercre. Kételkedtem, hogy sikerülni fog az a sok piros. Szóval volt 7 perc 4:20, 7 perc 4:30, meg valami 2 vagy 2,5-3 percnyi, 4:40, meg 4:60, ott van. 69 kilométer, nice. Na hát, csak ennyi cuccal megyünk haza karácsonyra. Még ilyet. Nem is kellett 4-szer fordulni. Így kell pakolni. Délelőtti erőfejlesztés. Na, csinálok valami workoutot, aztán kimegyek a garázsba görgőzni. És most sokadik biciklizésem. Itt folytatom, ahol elég sokat görgőztem régen. A garázsban. Let's go! Azért meg nem érzem, hogy levenném a nyakmelegítőmet. Nice feelings, jó érzések. Egy sportszelet már elpattant, és szerintem egy 20 percen belül elfog a második is. 3:70, kemény áttétel. Azért érzem, nem rossz. Megfázik az autó! 3-ból a második, 3:90 kemény áttétellel. Tök jó érzések. Már 3 vagy 4 sportszelet elpattant. Bro, ez a vége már nem esett olyan jól. Most 12 perc freeride, aztán cooldown. Levezetés előtti utolsó 1 percet megnyomom. 5:20. Freeride-ban. D.
de szép! Zuhag a hó, de jó! Wow! Hát ez azért nice. It's beginning to look a lot like Christmas. Joshimus San Andreas stream. Békanös csirke második adag benyomva. Most egy kis édesség. Kókuszgolyó, megybefőtt, citromos torta. És szerintem jól is fogom magam érezni. Amúgy, ja, az edzésig kb. 0 g fehérjét ettem, vagy vittem be. Úgyhogy most azért hiányoltam, ezért is ettem viszonylag sok csirkét, de így egy-két óra eltolással, hogy ne egyszerbe. Amúgy nice volt az edzés, érzem, hogy csináltam valamit, de azért nem olyan szörnyű. Ha minden jól megy, akkor holnap szerintem egy ilyen 1.40 körüli és egy 300 körüli vagy 300 fölötti átlagwattos edzést fogok összerakni. Ennyi. Ilyet sem gyakran csinálok, de eljöttem sétálni. Nem tudom, mikor lesz legközelebb ilyen hó. Very epic. Az ott a Dabasi főtér, ahol sokat BMX-eztem a haverokkal. Olyan 9-10 évesen a kis haró BMX-emmel. Mindig elzavartak, de mindig visszamentünk. Ott egy korcsolyapálya, mint minden egyes városban, mostanában Magyarországon. Ja, itt van a nagyon híres, inkább hírhet. Nem is tudom, mi ez. Mi ez? Szóval ez egy harangtorony. Nem tudom, kb. 10-15 éve építették. Okay, szóval most egy shoot ötletem volt. Itt a gorillapod. Én pedig futok a kamera felé, és epic fotó, de hát igen, a fényviszonyok nem az igaziak. ISO 12800, 1.4-en, 1.200-ad. Mindegy, bemutatok egy ilyen próbát, már vagy 10-szer ide sprinteltem, hogy hallatszik, tök jó pihenés. Szerintem rossz lett, de mindegy, már vagy 20-szor nekifutottam. Egy elfogadható csak lesz. Na, az új helyszín. Hogy álljon a fa című műsor? Igen. Na, let's go edzeni. 24-én este a vacsi előtt. Nagyon jó lesz. Be is van készítve minden. Most hoztam a kókuszgolyót. És ahogy látjátok, ez meggyes. Tegnap a nem meggyeset ettem, és pofélnék a íz, kicsit ki is volt akadva. De mindegy. Most ez fog menni. A lábaim nem túl jók, de majd jók lesznek biztos. 4x1 perc 400 watton bemelegítésnek. Most jön 5x4 perc 340-en. Másfél perc 280-akkal köztük. Mindjárt jön a negyedik 344 perc. És jól érzem a most érek a
ramp up tetejére, 166. Most jön 2 perc 3.90. És kész. Levezetés indul 2.80-ról 9 perc 30 MP. Az volt a cél mára, 300 fölött legyen az átlagvatt. Erre a másfél órára szerintem ez simán meg lesz. Hey PJ Squad, János hír. És ez az eredményes ünnepi hirdetés. Egy lelkes vótoló, mi az? Voksoló, hogy szavazó fehérvári nyert, gratulálunk neki. Pontosan eltállt egy 154, tudta, hogy felveszem valahol itt a pihenő környékén. És hát igen, levezetés sem volt nagyon. Na mindegy, nice, 308. 308. És jó étvágyat a rántott halhoz, a kókuszgolyóhoz, a madártejhez, a halléhez. És igen, boldog karácsonyt! Kilenc óra, 7 perc, és felül a 2 óra, 15 percre, legalábbis egy ilyen workoutot raktam össze. Ja, hát nincs sok kedvem, de egy olyan workoutot raktam össze, ami szerintem simán menni fog, majd hát remélem. Szóval 8 perc warm-up, 15 perc 2.85, 15 perc 300, 15 perc 3.20, 15 perc 3.35, 10 perc 3.60, és aztán ugyanez lefelé, szóval 16 perc 3.25, 16 perc 300, 16 perc 2.80, csak itt a lefelé menő dolgokban. 2 perc under, 2 perc over, hogy ne legyen annyira unalmas. Aztán 9 perc cooldown. Na most, ahogy így felolvastam, hát nem is hangzik olyan könnyűnek. De mindegy, el kell kezdeni, aztán nyomni. Eddig jó érzések. 7 perc, 6 perc van kész a 2.85-ből. Pulzusom azért magas. Ilyen 152, szóval nem tudom, a 3.60-nál hol lesz. 7 perc megy a 3.20. 157 a pulzusom. Hát igen, biztos a sok kaja, meg a pihentség, meg remélem nem leszek beteg. 3.35, 10 perce megy, 160 a pulzusom. Hú, 50 másodperce megy a 3.60, és még van 9 perc. Érzem, hogy ez azért keményebb. Na még 2 perc ebből, 167 a pulzusom, aztán jönnek a 2 percenként 2 percek, 300-350. Az első ilyen 350 az nem esett túl jól, de egy a harmadikra már egész jó volt. Most jön a negyedik, aztán 4 darab, 283-20. 2 percenként 2 perc. Elpattan a második sportszert is. 1.39-nél. Cheers! Nice ride. Itt van a pózusom. Az utolsó 35 percre lejött apa beszélgetni. Mondjuk nem is volt rossz így. Mert így gyorsabban telt. Jó reggelt kívánok! December 27. János nap. A Kaiha című workoutot fogom megcsinálni elvileg 2.75-ről 4 percenként 2 perc. Úgy tervezem, hogy ezek a 2 percek kemény áttételesek lesznek 3.60-on köz Windows Defender. Aztán itt lesz 5 perc 400-on, aztán 3 percenként 1 perc 2.75, 3.50, viszont itt már végig pörgős áttétel. Kb. 12 órája szálltam le a görgőről, úgyhogy meglátom, milyenek lesznek a lábaim, de most így off-bike egész jól érzem magam.
első 10 perc done. Azért érzem a tegnapit. Meg elég magas a pulzusom. Megint 275-145. Nem sokára jön a negyedik, 3:60, 2 perc kemény áttétellel. Hát nem életem érzései, de teljesíthető. Utolsó előtti kemény áttételes. Az utolsó után rögtön pihenő nélkül jön az 5 perc 400. Ezt mondjuk egy kicsit jobban átgondolhattam volna, de mindegy. Még 1 perc 45. 170 a pulzus. Eléggé fáj. Hey PJ Gang, a Kaiha nevezetű, wow, ki is gyulladt, edzés, hát igen, nem életem pulzusait produkáltam, de ezt betudom annak, hogy kb. 12 órával előtte szálltam le. Na mindegy, a lényeg, hogy Dani nyert, ő tévedett a legkevesebbet, összesen 7 BPM-et. Sokan tévedtek 8-at, szóval, ja, nem esett jól, nice, gratulálunk. Hogy én milyen hülye vagyok, kiirdettem az eredményt, és rossz név ragadt meg a fejemben, és rossz nevet mondtam, úgyhogy veltem fel újra. A lényeg, hogy Levi nyert, na, gyulladj már ki, ez az. Na, Pofi Anika látteárt. Kóstoló menü, aztán biciklis.avi, 22 speedrun. Tejszínes, parmezános, aszalt paradicsomos, rizses, csirkecomba, egyenesen a kuktából. Délután tervezek menni egy 2,5 órát Görgön, de nem olyan keményen. Szerintem részt távoztam most eleget az elmúlt egy hétben. Most tényleg volt valami a szememben? Ha? Egyszer. Ne. De. A kilincs volt a szememben egyszer. Ott van egy. Mi? Hát egy látszik a hege. Tényleg. Uh-huh. Szóval igen, ez volt a program. Szemészet Dórival, mert előző héten a Boráros téri Meki fotózása után mentem haza, és ott át akartam kelni, és elég magasak a patkák. Én meg elfelejtettem, hogy ezen van egy ilyen mélyítés, szóval nagyon alacsony az alja, úgyhogy fennakadt, és teljesen megállt a kargó, és én meg hirtelen azt sem tudtam, mi van, próbáltam így átlendíteni, és ennek következtében meghúztam a vállamat, meg az alkaromat egy kicsit, meg egy kicsit eldőltem, és szerintem itt a markolatba bevertem itt a szemem alatt, a jobb szemem alatt, és Dóri megijedt, berendelt a szemészetre, de minden oké, úgyhogy epic. Már megint majdnem elfelejtettem megnézni az áradó Dunát, de már a csúcson túl van. Ez lesz a menü, szóval nem túl intenzív, de most úgy érzem, hogy erre van szükség. Azért 141 a neve, mert 141 TSS-t ír a Zwift előzetesen rá, és a Tempuson csinálom, hát ha meg lesz a Rafa 500. Na, hát már csak 2 óra van az edzésből, ezek a Fiatex 420-ak Blazit, nem. Estek olyan jól, mondjuk ez várható volt. Erősen megfordult a fejembe, hogy leszállok a bicikliről,
De most, hogy ennek az utolsó 2:03-nek mindjárt vége, így szerintem menni fog végig. Nem tudom megfogalmazni. Szar. Tudom tartani a wattokat, de szenvedős. Na hát, petaki. Itt van előttem egyel. Csak eljutottam a levezetésig. Most már csak a 100 kivi a cél, ami nem lesz meg 2,5 óra alatt. Szóval még egy kicsit ki kell egészíteni, de muszáj. És ott a 100. Még megyek egy kicsit, nehogy ne legyen 100 a Zwift és vagy a Strava szerint. Bajnokok vacsorája. Rácsatlakoztam itt a Tempus Pace Partnerre. Nem esik jól ez a rögtön 320 watt. Azt hittem, hogy kicsit kevesebb lesz így szélárnyékban, de ez van. Életem első 2,5-szeres szorzója Pace Partnerrel. Ez amúgy tök jó. Itt síkon. De bármi máson szerintem nem jó. Itt van lukó is. Na jó, nem figyeltem 20 másodpercre. Elvesztettem a Pace Partnert. És vissza egyes szorzóra. Terveztem, de tök jól érzem magam, és jól halad. Szóval szerintem ma is lesz egy 100. 101 kiló lesz a vége. Még van 8 kilométer, 2:15. Hát igen, azért így Pace Partnerrel gyorsabb. 285 átlag watt. 172-ig felment a pózusom. Ja igen, ahol megnyomtam ott a végét a szegmensnek, 148-as átlagpulzus. Wow, amúgy TSS-re ugyanannyi, mint tegnap. Very nice ride. Ezzel a csodás cappuccinoval kívánok mindenkinek remek december 31-ét és boldog új évet holnapra. Holnaptól. Ugyanaz a terv, mint tegnap, rácsatlakozok a Konstanzra, Tempuson, jó sokan be akarják itt fejezni a Rafa 500-at, én is, úgyhogy minimum 79 kivi, és akkor kész is lesz. Talán egyszer fejeztem be eddig, ezelőtt, most lesz a második. Kicsit rámegyünk majd a reverse sprintre. Lukóval megbeszéltem a taktikát. Nem árulom el. Kicsit leszakadva kezdtem. Aztán felugrottam a Robopacer csoportra. Azt mondja Lukó, az utolsó bő 3 percet meg kell rakni. Let's go! Második, fél másodperce. Lassú volt a közepe, amikor még a
mezőnnyel mentem. Ez egy köztrukó. Most valamiért sokkal gyorsabb volt a mezőny, és az utolsó 6-700 métert megraktam, és megjavítottam az előző 9-12-t 9-08-ra, de ez nem is volt tervem. És 105 kili. Ennyi volt idénre. Köszönöm a figyelmet. Nem tudom ezt mikor látjátok majd. Remélem még mondjuk március előtt. Ez egy érdekes év volt. Főként meló volt. De az utolsó két hónapban próbáltam bringázni, és amennyit lehet. Meg amennyit jónak éreztem. És tök jól érzem magam, szóval jövőre just up. Meglátjuk, mi lesz. Itt vagyok én. Itt van a 2024-es kis hetem, bucket hat. Itt van az első reverse, itt meg a második reverse, ez ugye sokkal rövidebb volt. Ja, kb. Ugyanaz, mint tegnap. Wow! Na hát, újra Vietnámban vagyunk. Egy kellemes csirkésfő, és egy kellemes marha, és egy kellemes rámen. Hát nem jutottunk messzire. Karamel macchiato a legnagyobb méretben. Na, dolgozik az 5900X, a 3070 is dolgozik. 10 perc elvileg az export, aztán kezdődik a feltöltés. Remélhetőleg még ma elérhető lesz a 4K, és ki tud menni. És kb. Ennyi. Szerintem itt lesz valahol vége egy biciklis pont Avinak, úgyhogy iratkozzatok fel, meg minden jóféle dolog.